Te se érted az algoritmusnak a működését, akkor maradj itt, megpróbálom néhány percben egyszerűen elmagyarázni neked. Amikor elkezdődik ez az egész felvételi hajrá, akkor ugye felállít a diák a szülővel egy rangsort, amiben ti rangsoroljátok az adott intézményeket az alapján, hogy hova szeretne a legjobban bekerülni a gyermeketek. Megírják a központit, és ugye utána vannak olyan intézmények, ahol szóbeli vizsgákat is lehet tenni, vagy kell tenni. Ezekre a vizsgákra elmennek a gyerekek, illetve vannak olyan intézmények is, ahol nem tartanak szóbeli vizsgát. Minden esetre ezen időszak lezárta után felkerül minden intézménynek a honlapjára egy idéglenes felvételi jegyzék. Ezt a felvételi jegyzéket ugyebár az intézmény fogja felállítani a diákok között, tehát kialakít egy rangsort, eldönti ő is, hogy mely diákokat szeretné megnyerni magának. Két jelzőt fogok használni, az egyik lesz a diák rangsor, amit ti állítotok föl a jelentkezési lapon az intézmények között, és a másik kifejezés pedig az osztály rangsor lesz, amit pedig az iskola állít föl, az intézmények állítanak föl a diákok között. Tehát lesz egy diák ranksor, és lesz egy osztály ranksor. A további egyszerűsítés érdekében csináljuk azt, hogy minden egyes megjelölt intézményt, tagozatot összesen Osztálynak fogunk nevezni. Ez azért lesz így egyszerűbb, mert csak osztályként hivatkozok rájuk, és ugye sok esetben előfordulhat az, hogy egy iskolában több tagozatot is megjelöltök, és ide a tagozatokat is értem. Tehát minden egyes intézmény, minden egyes tagozatot gyűjtőnéven osztálynak fogunk nevezni. Továbbá minden osztály elé csak 30 gyereket tudunk sorba állítani. Természetesen ez a való életben eltérhet. Vannak olyan ö, tagozatok, ahova csak 15 diákot vesznek föl, vannak olyanok, ahova 25-öt, tehát ez az életben eltér. Ezt most csak az egyszerűség kedvéért minden osztály elé maximum 30 diák állhat sorban. A diák rangsor és az osztály rangsor is egy szigorú sorrendet jelent. Amikor leküldik győrbe a, ezeket az adatokat, tehát az összes diáknak az adatát, akkor az algoritmus elkezdi vizsgálni ezeket az adatokat, rangsorokat, és minden osztály elé beállít ugye 30 gyereket, ezt a diák rangsor alapján teszi meg. Megvizsgálja, hogy a rangsorban 30. emberig engedi, aztán a 31. és az utána lévő diákokat ö, nemre ö, alakítja és ö, elkülöníti. Addig az a 30 gyerek, aki beállt az első osztály elé, ö, azok kapnak egy talán jelzőt, talán felvételt nyerhetnek, na de mi van azokkal, akik 31 vagy azutáni ö, rangsort kaptak, azokat különíti az algoritmus, és újra elkezdi őket vizsgálni. Ilyenkor megint ugye a diák rangsor kerül szem hiszen ilyenkor megvizsgálja a következő osztályt, amit... Ö, amit szeretne a diák, amit felállított, ugye a diák rangsorba elküldi oda. Ott abban a második osztályban, a B osztályban, tegyük föl, ö, megnézi, hogy az addig sorban állt diákok között ö, milyen a rangsora. Ha magasabb rangsort ért el, akkor beállítja a B osztály elé. Ilyenkor az utolsó, a 30 az ö, nemet kap, és visszakerül a vizsgálandó gyermekek vagy diákok közé. E, és az, aki magasabb rangsorban volt, és ugye az A-ból jött a B-be, őt beállítja ebbe az ideglenes rangsorba egyelőre, és ő is kap egy talán felveszünk jelzőt. És Ugye itt megint kiesett a 30. gyerek, a 30. jelentkező, és ő megint a vizsgálandó közé került. Ugye a vizsgálandók között megint megnézi, hogy C osztály előtt ő milyen rangsorban van, hogy akik idáig sorban álltak, az a 30 gyerek között magasabb rangsort ért el, vagy alacsonyabbat. Ha alacsonyabbat ért el, akkor automatikusan nemet kap, és visszakerül megint a vizsgálandók közé. Ha viszont magasabb rangsorban van, mint az ott álló 30 jelentkező, akkor ő oda bekerül, és a 30 fog automatikusan egy nemet kapni, tehát elutasítást, és megint visszakerül a vizsgálandók közé. Ezt az algoritmus addig fogja csinálni, ameddig az összes jelentkezőnek nem talál ö, helyet. Tehát végig fogja nézni az összes jelentkezőnek az összes megjelölt intézményét, és amennyiben ö, talál egy olyat, ahol megfelelő rangsorban áll, és elfogyott az összes többi diák, akkor ő felvételt nyer. És így végig nézi az összeset. Amennyiben Tegyük fel, megjelöltél négy osztályt összesen, akkor megnézi az elsőt. Ugye itt 30 ember áll sorban. Ő lenne mondjuk a 31. a rangsorban. Ezért, mivel hogy megbeszéltük előre, hogy csak 30 lehet, ezért ő nemet fog kapni, és megy a második osztályhoz. A második osztálynál megnézik az ő rangsorát, hogy ide az itt megjelölt 30 ember közül magasabb rangsorban van, vagy alacsonyabban. Az előbb megbeszéltük, ha magasabban van, ide bekerül. És az utolsó, a 30. az addigi 30. kap egy automatikus nemet. Amennyiben, ugye, itt is. Megvizsgálja az algoritmus ezt a 30 jelentkezőt, és kevesebb a rangsora, nézi a harmadik osztályt. Itt is megvizsgálja, itt is ugyanaz a szituáció, mint az előbb említettem. Ha magasabb rangsort ért el, mint a jelenleg sorban álló 30 gyermek, akkor bekerül, egy talán jelzőt kap, és az utolsó gyermeket fogja az algoritmus, Ismét a vizsgálandók közé rakni. Amennyiben itt sem magasabb a rangsora, mint az jelenlévőknél, akik itt állnak a sorban, akkor megy tovább. És ha itt sem magasabb a rangsora, a jelenlévő sorban állóknál, és nincsen több osztály, csak négy, akkor fog véglegesen nemet kapni. Ebben az esetben kell ugye a pótfelvételi eljárás, de nagyon remélem, hogy ilyen senkivel nem fog előfordulni. Tehát, hogy minden gyermeknél így jár el az algoritmus, nagyon egyszerű elven működik, nagyon nehezen megérthető, és nagyon bele lehet kavarodni, mert valóban nem egyszerű de lerajzoltam nektek, és, és én azt gondolom, hogy talán, hogyha vizuálisan látjátok, akkor még jobban megérthető, és még egyszer szeretném akkor átismételni. Itt most jelen pillanatban három osztály van, mindegyik osztály elé az algoritmus berak 30 gyermeket, akik megkapják a talán felvehető jelzőt. Ezek után a 31. és az utána lévő jelentkezőket elutasítja, ők nemet fognak kapni, és minden egyes jelentkezőt külön meg fog vizsgálni, és meg fogja nézni az ő rangsorában következő osztályt, hogy oda milyen rangsort érne el, hogy a jelenlévő 30-nál magasabb rangsort ért el, ha igen, akkor ő automatikusan beáll ide ebbe a sorba, és megkapja a találjelzőt. És az addigi 30. jelentkezőt el fogja vinni az algoritmus, hiszen ő nemet fog kapni, és őt majd tovább fogja vizsgálni. Amennyiben itt nem talánt kap, a 31. vagy az utána lévő diák, akkor, akkor ugye itt is azt fogja kapni, hogy nem, és utána nézi tovább. Tehát ezt minden diákkal meg fogja ö, vizsgálni, meg fogja nézni az algoritmus, és ö, tulajdonképpen az jut be, aki jobb eredményű, nem az, aki előbb sorra kerül. Ez a szlogennyi a Soli Navigátornak. A Soli Navigátornak köszönöm, a belém vetett bizalmat, hogy elkészítettem a videót. Nagyon remélem, hogy hasznosnak találtátok, és egy kicsit a humájból most már megcsillan a fény. Minden esetre, hogyha bármi kérdésetek van, akkor tegyétek fel kommentben, és megpróbálunk rá válaszolni. Én mindenkinek sikerekben gazdag jövőt kívánok. Vigyázzatok magatokra, kitartást, sziasztok!